Hosszú időn keresztül úgy gondolom, hogy a változásokat figyelembe kell vegye az ember, és mint alkotó művész, aki nem csak a műteremnek dolgozom, hanem néha kiállításokon ezeket a műveket be is mutatom, legyen az festmény, rajz, vagy installáció, vagy objekt, vagy akár cselekménymű, akkor ezeket mindig a helyzetek függvényében hozom létre. Itt most egy konkrét példával élnék, hogyha nekünk a Kolozsvári Egyetemen, a Ion Andreescu képzőszeti főiskolán a szocialista realizmus tanították a 70-es évek végén, 80-as évek elején, nyilván dacból az ellenkezőjét próbáltuk megvalósítani, az installációt, az objektet, a performance-t. Aztán majd, amikor hát a 90-es évek után, de már a 80-as években is fontos szerephez jutott mondjuk a cselekményművészet, a performance, az akcióművészet, akkor már létjogosultságot kapott a visszakanyarodás. Az impressionisztikus, vagy konstruktív, vagy expresszív, vagy éppen realista festményhez. Ezért úgy gondolom, hogy ez az önmagunk keresése folyamatosan egy ilyen a hitelesség megtestesítője kell legyen. Akkor vagyok hiteles, hogyha meglelem az éppen megélt pillanat valós tétjét. Van-e tétje ma a realizmusnak? Igen. Azután, a helyzet után, amikor rengeteg elvont, absztrahált alkotás született. Az Anna Árttal kapcsolatosan, ami a Hargita megyei Csíkszékhez tartozó Szent Anna-tó partján, környékén jött létre, annak egy 1981-es esemény a kiinduló pontja. Tudjuk azt, hogy 1981-ben a már szesszió után lévő kolozsvári, marosvásárhelyi, temesvári, erdélyi magyar egyetemisták éveken keresztül hagyományszerűen összegyűltek. Ugyanakkor ér véget ebben az időszakban a felvételi vizsgák sorozata is országos szinten, tehát minden év július 26-án, Anna napkor, ott nagyon nagy tömegek gyűltek össze a tónál, és ennek kapcsán 1981-ben egy a román elnyomó hatalom elleni tiltakozó felvonulás zajlott, amit az akkori titkosszolgálat, a Securitate emberei szétvertek. Hogy idézzek egy szintén sepsiszentgyörgyi képzőművész, Damokos Csabát, hajtóvadászat zajlott az erdély fiatalok ellen 1981. július végén. Ez arról szólt, hogy rengeteg egyetemistát kirúgtak az illető tanszékekről, sorozatos kihallgatások voltak, nagyon sokan ennek következtében el is hagyták az országot. Na most 90-től, amikor már szabadon meg lehetett nyilvánulni, ezt azért kell hangsúlyozzuk, mert 1990-ig a műfaj, az akcióművészet, a cselekményművészet, a happening, a performance, ezek tiltott műfajok voltak. És 90-től hol máshol, mint a Szent Anna-tónál, ahol egy politikai happening zajlott 81-ben, ott kellett erről megemlékezzünk, hogyan olyan eddig tiltott műfajokon keresztül, mint a hangköltemény, az alternatív zene, a performance, akár a csoportos happening, stb., amivel hát egyféle mementót állítunk, egy megemlékezést azoknak a tiszteletére, akik szenvedtek 81-től folyamatosan. És akkor ezt az Anna Árt Fesztivált az elején lokális szinten csak sepsiszentgyörgyi művészekkel szerveztük, a néhai Bász Imre grafikus művésszel. Később az ő halála után, 1991. július 19-e után átvettem a szervezését ennek a rendezvénynek, és bővítettünk annyira, hogy nemzetközi szintűvé emeltük évről évre, július 26-hoz legközelebb első hétvégén ezt a rendezvényt. Ez 99-ig zajlott, amikor az anyagi források megszűnésével
úgy gondoltam, hogy már nincs értelme folytatni, ugyanis ha meghív az ember Távol-Keletről, Egyesült Államokból vagy Európa bármelyik országából egy-egy művészt, annak szállást, étkezést kell biztosítani, anyagköltségeket, videófelvételt, fényképeket, dokumentumokat az eseményről, és még egyéb járulékos költségek, plakát, meghívó és katalógust is szerkesztettünk minden évben, tehát mivel elfogytak a források, leállítottam a szervezést. A 60-as évektől, mondjuk a 68-as Párizs diák mozgalmaktól, vagy mondjuk a Beatles zenekar megjelenésétől kezdve itt egy avantgard ifjúsági találkozó volt, meghirdetlenül. Többnyire egyetemisták, kolozsvári egyetemisták gyűltek össze. Itt lehetséges volt szakállat növeszteni néhány hónap alatt, nyári hónapok alatt, és olyan dolgokról beszélni, amit a betonfalak, az otthoni lakás nem engedett meg. Mivel időalapú, FMR, mulandó műfaj, így ha nincs egy gép, amivel föl lehetne venni egy-egy eseménysort, akkor az teljesen elvész. Maradhat mondjuk szóbeli leírás, vagy oral history, ilyen elmesélt történetekként fennmaradhatnak dokumentumok erről. Fontos az, hogy minden évben vagy alkalmaztunk, vagy önkéntesként felkértünk fotóst és videóst az események rögzítésére. A lehető legszomorúbb helyzetek, amikor a kamerát se tudta az illető rögzítő használni. Persze nyilván vannak jó felvételek is, de mondom, ezek a fényképek, vagy a videófelvételek is sok esetben egy hamis információt közölnek. Az a kevés is, ami megmarad egy akcióról, nem a legideálisabb. Egy fotó meg végkép nem az, egy statikus képet mutat az akció sor egyik pillanatáról. Lehet, hogy 10 másodperc múlva, vagy 3 másodperccel korábban jobb kép készülhetett volna, mint amit éppen a kiállításon a néző néz. De jobb hiány, ez egy hiánypótló, hogy egy-egy kiállításon be lehet mutatni 25-30 fotót bizonyos akciósorokról. Amikor a Székelyföld Székelyland című táblámat elkészítettem 2011-ben, és ez arra volt egyféle reakció, hogy a különböző bukaresti médiákban több csatornán keresztül súlykoltánk belénk azt, hogy nem létezik Székelyföld. Ilyenkor a hitelességet védendő, úgy gondolom, hogy a képzőművész, de a zenész, az irodalmár is, a színházi ember is, vagy a balettes, vagy a filmművész is, valamilyen féle módon ki kell állni ahhoz mellett, a közösség mellett, amelyből vétettet. Tehát felelősséggel tartozunk, persze nyilván ismerünk olyan életműveket, ahol költői, ilyen larpullárt-szerű, művészet a művészetért jellegű alkotások születnek. És az is rendben van. Thank you.
meg lehet kísérelni azt, hogy egy homogén, hogy mondjam, művészettelméleti kapcsolatrendszerbe foglalni, de úgy heterogén, ahogy van. Az én anyagom széteső, akár ha muszáj, periódusokra osztható, vagy műfaji megközelítések, vagy irányzatok szerinti, ez soha nem fog egy homogén egységé összeállni. Ezek kísérletezések eredménye és a hitelességet szolgálják. Hiteles vagyok-e a mostani énemhez, nem a 10 évvel ezelőttihez, és nem is próbálom az 5 év múlva itt létező földi énemet előrevetíteni. Én nem szeretem azt, hogyha én képzőművészeti középiskolába jártam Marosvásárhelyen, és Kolozsváron a Ion Andreescu képzőművészeti főiskolát végeztem, hogy én csak képzőművésznek tituláljam magam. Rejtett tudásunk van több műfajban. De műépítészetben tudnám érvényesíteni magam. De mondom, akár zenészként is. Nyilván munkát lehet, ez bizonyos felkészülés, de hogyha az hiteles, akkor inkább átváltok. Így volt köztéri szobrom, hogy mondjam, hangkölteményeim voltak, bizonyos performanceimben zenei betétek voltak, vagy volt egy sorozatom az akciómészet, belül, a cselekményeimben, ahol a táncházas múltamat elevenítettem fel, széki mezőségi, kalotaszegi legényeseket ápoltam, védtem, mint utóvéd cselekményművész, és ezt terítettem mondjuk budapesti, vagy éppen stockholmi közönség elé 2012-ben legutóbb. Tehát azt mondom, hogy a művész elsősorban legyen hiteles, és ha egy gondolatot csak írásban tud kifejezni, akkor azt ne fesse meg. Vagy amit csak megrajzolni lehet, azt ne próbálja hangszeren előadni. Nem hiteles, nem megfelelő, nem adekvát az illető műfaj az éppen soron levő gondolathoz.